Hello, sziasztok! Egy nagyon aktuális témával készültem ma nektek, méghozzá a januári kezdésről. Szeretnék beszélni, amikor valaki elhatározza, hogy nap január 1-től én lefogyok. Ez azért bukik már el az elején, mert általában az a helyzet, hogy igazából nem hozta meg a döntést, mert hogyha ő tényleg eldöntötte volna, hogy szeretne lefogyni, akkor azt akár mit tudom én április 21-én 12 órakor ebéd után azt mondja, hogy az meg elegem volt ebből a sok szar kajából, elegem van abból, hogy kinézek, én innentől kezdve le akarok fogyni. És nem holnap reggel, meg holnap után reggel, meg hétfő reggel, hanem abban a pillanatban fogja magát, kidobálja a szar kaját, megveszi az egészségeset és elkezd úgy enni, elkezd edzeni. Ez az első. A másik pedig az, hogy egyáltalán nem szeretnek ezek az emberek mozogni. Ezért mondom azt, mert aki nem szeret mozogni, az ugye utálni fogja ezt az egészet, és általában kínlódik, szenved, várja a végét, várja azt, hogy mikor éri el a célját, és akkor ő már abba is hagyhatja ezt az egészet. És itt a következő bibi, mert hogyha valaki ezt abba hagyja, akkor ugye általában visszatér ahhoz a módszerhez, ahhoz az életmódhoz, amitől meghízott. De miből gondolja, hogy ha valamitől egyszer meghízott, akkor utána újból nem fog még egyszer meghízni, tehát ez nekem egy kicsit ilyen nonsens. A másik az, hogy nem határoznak meg olyan célt, amit el lehet érni, tehát irreális dolgokat akarnak, mit tudom én, 2 hét alatt 10 kilót, meg ilyen dolgokat, és ebbe ezért is buknak bele, tehát ez az egyik nagy hátulütője ennek, hogy nem, egyszerűen nem fogják fel józan paraszt észre, hogy tényleg kis apróságokat kell először kitűzni, amit el is érhetnek, és akkor van sikerélmény. A másik pedig az, hogy igazából ezek az emberek dolgozni nem szeretnek, tehát első, amihez hozzányúlnak, az valami, valami turpisság, például kezdjük azt, hogy hogy mit szúrjanak, de hát ez megint egy másik tészta, ez inkább a fiúkra vonatkozik, aztán az, hogy valami mit szedjen, milyen zsírégetőt tud az ember, milyen fogyízasztó övet, meg mit tudom én, beöltöznek mindenféle pufajkába, hogy na majd ők attól lefogynak, ennyire egyébként a strandon is el lehetne fogyni 60 fokban, amikor izzadunk. Aztán vannak ezek a krémek, amit kitalálnak maguknak, hogy na majd ők attól fognak lefogyni, de hogyha megeszi a dzsuvakaját, akkor azt nem tudom, hogy milyen krém az, amit ő le fog fogyni, hogyha ott tömi magába a gyorséttermi kajákat, meg a kenyereket, meg stb. Aztán arról is szerettem volna beszélni, hogy vannak ezek az egybérletesnek, hívom ezeket az embereket, hogy januárban megveszik a bérletet. Ebből ugye két fajta van, tehát van az, aki karácsonyra kapja, meg van az ugye, aki januárban megveszi. Na és ez a típusú ember az általában azért, hogy megéri a bérlet, minden áldott nap neki áll edzeni. Nincsen meg az arany középút. Általában az a baj, hogy ezért, hogy megérje a bérlet és minden áldott nap edzenek, ezért nem lesz eredmény, tehát totális kiégés fog kialakulni, sérülések, betegségek. Általában az is a baj, hogy... megint puskázok, mert nem szeretnék nagyon elkanyarodni a témától, tehát éheztetik az emberek a szervezetüket, általában azért, hogy lefogjanak. Most igazából az éhezetés, az nem úgy kell képzelni, mint Afrikában a gyerekeket. Az éhezés már akkor megtörténik, amikor nem adunk elég tápanyagot hosszú ideig a testünknek, tehát amire szüksége van. Tehát mit tudom, én nagyon egyoldalú kajálásról beszélek, vagy vitamin ásványanyag szegény étkezés, vagy teljes koplalás, tehát nagyon-nagyon sokrétű ez a dolog. Még arról szerettem volna beszélni, a karácsonyról, mert általában az emberek, vagy van az, aki x kilót le akar fogyni, mit tudom én, nyárra, vagy van az, aki ugye, bocsánat, lady, itt mászkál, tehát hogy van az, aki a karácsonyit szeretné leadni. Most igazából, aki nem állt neki zabálni karácsonykor, tehát annyit evett, amit alapból is szokott, csak mit tudom én, néha becsúszott egy kis süti, stb. Nem volt az, hogy megterheli a gyomrát, hanem körülbelül ugyanakkora adagot evett, csak ugye nem a megszokott egészséges dolgokból. Az 1-2 kilónál többet nem szeret föl különben, és az is inkább víz, és az is azért, mert nem azokat a dolgokat ette, amihez ugye hozzá volt szokva. Tehát nagyjából szerintem ennyit szerettem volna elmondani erről. Azért ránézek a kis papírkámra, hogy mit szerettem volna. Ja igen, a teendő. Tehát, hogy mit lehetne tenni ez ellen. Egy az, hogy határozott célt kellene kitűzni. Tényleg az, hogy én most
tényleg le fogok fogyni. És mit tudom én, ha van rajtam 30 kiló, akkor ugye egyszer már talán beszéltem, vagy kétszer erről, hogy egy héten körülbelül fél kilót lehet zsírból lefogyni. Tehát, hogyha valakinek több a fogyása, valószínű egy az, hogy lehet az, hogy nagyon nagy volt a túlsúly, és nagyon-nagyon rossz életmódja volt, és az elején bármit csinál, az nagyon megindul, de ez csak az eleje, ezzel nem kell foglalkozni. A másik pedig az, hogy vizet veszít. Tehát a víz az nem zsír, nem háj, az csak egy ilyen püffet réteg, ami ugye még egy nő esetében is, tehát ez ilyen mozgó dolog, ez egy pár kiló tényleg. Például a menstruációnál van egy 2-3 kiló, ami vizet föl szoktunk szedni, ugye az nem zsír. A másik pedig az, hogy rendszert kell tenni az életünkbe, és a harmadik, amit szerettem volna mindenképpen elmondani, hogy ez nem egy kúra, nem egy időszakos dolog, tehát ez egy hosszú ideig tartó. Igazából én azt mondanám, hogy életfogytig tartó dolog. Ha valaki erre nem képes, akkor azt szerintem ne ugorjon bele ebbe az egészbe, mert csak terheli a szervezetét, becsapja a szervezetét, hogy egy kicsit jó neki, aztán nem visszatér ahhoz az egészségtelen életmódhoz, amitől ugye megbetegíti magát. Én szerintem ez semmiképpen nem jó. Tehát tessék leülni, végig gondolni ezt az egészet, hogy kell-e ez nekem, ha igen, akkor miért van erre szükségem, miért lesz ez jó nekem, miért nem jó az, amit eddig csináltam. Nagyjából ennyit szerettem volna elmondani nektek, nagyon boldog új évet kívánok. Hogyha úgy gondoljátok, hogy bárkinek egy kicsit segítség lehet az életmódváltás elkezdésébe, vagy hogy átgondolja ezt az egészet ez a videó, akkor legyetek kedvesek, osszátok meg, ezt megköszönöm nektek. Hogyha tetszett a videó, mehet nyugodtan a like, vagy hogyha egy-két észrevételetek van ezzel kapcsolatban, vagy a környezetetekben van hasonló ember, aki hasonló cipőbe jár, akkor nyugodtan meséljetek erről, nekem engem nagyon érdekel, és ha szeretnétek még hasonló videókat, recepteket, edzéstippeket, vagy edzés videókat, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és jó szórakozást estére! Sziasztok!